Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, szívnyitás. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy nyitott-e érzelmekről beszélni. Ehhez jön a gyertya mágia, hogy változzon a helyzet, és tényleg kimutassa akkor majd az érzelmeit. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, szívnyitás, gyertya mágiával. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, veled szemben az övé. Itt a piros gyertya ég, ami szimbolizálja a szeretetet, a szíved és a szerelmet. Már érezhető az energia, de a felvétel végén átküldöm ezt még egyszer, és ha abban a pillanatban, amikor az energiát küldöm, látsz egy képet magad előtt, vagy eszedbe jut egy szó, akkor annak van egy jelentősége. Először megtekintjük a te helyzetedet, itt a kártyák utalnak erre. A gólyák jelenthetik egy kisbaba születését is. Amit a gólyák még jelentenek, ezek a változások, ez lehet költözködés, ez lehet munkahelyi változás, vagy változik valami kettőtök között. Itt látható a levél, tehát várható, hogy ő ír neked. Ha más dolgokról van szó, akkor a levél jelenthet egy szerződést is. Itt a horgony utal a biztonság érzetére, hiszen ő is le akar horgonyozni nálad, ugyanúgy, mint te. A horgony gyakran jelenti a munkát és a hivatást is. Ebben az esetben a könyv jelenti a te tudásodat, vagy egy továbbképzést, és itt lehetnek munkahelyi változások. De visszatérve a szerelemre, itt is változik valami. Ő él neked, keresi a biztonság érzetét, és a könyv az vagy jelenti a te tudásodat, vagy azt jelenti, hogy légy most titokzatos, légy most visszahúzódó, várj arra, amíg változik a helyzet, amíg ő ír neked. Ami őt illet, itt vannak félreértések, vidák, veszekedések, mivel itt megjelenik a ház, itt az ő otthonáról, a környezetéről van szó, lehet, hogy van vita a szomszédokkal. Amit a ház még jelenthet, az a családi kapcsolatok, ott is vannak nézeteltérések, és a madarak jelentik a beszélgetéseket, de ez nem kellemes számára, hiszen itt megjelenik a vita. De lesz egy jó kimenetel, hiszen itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ami kettőtöket illet, minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva, a későbbieket illetően ez lehet egy közös ház tervezés, egy család alapítás, egy közös otthon, és a könyv jelentheti a sors könyvét is, hogy legyen meg a bizalmad, mert minden úgy fog alakulni, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, ahogy a csillagokban is így áll. Ő van itt a középpontban, ez köt össze benneteket, tehát ő fogja irányítani a dolgokat. Te most nem tudsz semmit tenni. Inkább légy titokzatos, visszahúzódó, de legyen meg a bizalmad, hogy ő rendezi a dolgait. Itt a ház körül van ugyanez a vita, ez lehet egy ingatlan is, ezt meg kell neki oldania, itt vannak komoly beszélgetések, de szerencséje lesz, hiszen itt a csillagok hozzák a szerencsét, ami kettőtöket illet, bízd magad a sors útjára, minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban és a sors könyvében meg van írva. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, helyezd magad
kényelembe, figyelj oda arra, hogy mi jut ebben a pillanatban eszedbe, hiszen ez egy fontos üzenet számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!